Eljöttünk a Mass Effect 3 magyarításának launch partijára. A fordítás 2 éve és 1 hónapja készül, ez még mindig csak a beta verzió, de jó hír azoknak, akik eddig emiatt nem játszottak a Mass Effect 3-mal. Közszolgálati hír, hogy Dr. Harlow pillanatnyilag külföldön tartózkodik, ezért nem tud ma itt lenni velünk. Tapsoljuk meg először Masterot és a Predit! Kitudódott, hogy hát a Mass Effect 3 nem fog magyarul kijönni, mert az EA-nek a ilyen politikája miatt elkezdtünk szerveződni. Hát jött az ötlet, hogy mi lenne, hogyha így összejönnénk páran, hát ha... Kezdünk neki a programnak, hát először is kerekasztal beszélgetést terveztünk. Volt egy ilyen kis szelektálás és egy ilyen próbafordítás, ez alatt ilyen kiszűrődtek az emberek. Jelentkeztek, aztán kiléptek, vagy jelentkeztek és folytattak egy kicsit, aztán kiléptek. Konkrét fordítás mi ketten végzünk. Vagyok akkor a hardcore gamer, mint ti, bármennyire is nem látszik. Én 1,5 éve vettem meg a 3-at és nem játszottam vele, amíg nincs kész a magyarítás. Ha jól tudom, most a jelenlegi DLC-kkel együtt 63 000 sor. Semmiféle logikát nem követnek a szövegek, hogy jó, akkor most ez az első pálya, ez az elején van, második pálya, ez utána jön majd, hanem teljesen össze-vissza vannak. Még egy egyszerű dialógusnak a szövegei is úgy vannak fölbontva, hogy egy kérdésre egy válasz lehet, hogy 600 vagy 1500 vagy 10 000 bejegyzéssel később találhatjuk meg. Mit gondoltak a Quarian Get ellentét kiindulásáról, és szerintetek miért nem képesek együtt élni? Nem tudom, el kéne beszélgetni, hogy a kegyerpirítómmal, hogy szívesen elvéke vele együtt. Úgy, ahogy van, végigjátszottuk a játékot, minden egyes mondatra egyből egy képernyőmentést csináltunk, és akkor így végül is meglettek a szövegek, össze tudtuk rakni, és utána az adatbázisunkba ki tudtuk keresgélni. Jól értem, hogy végigfotóztátok a játékot? Igen, ez így van, többször is. Normálisak vagytok? Nem biztos, többen mondják, hogy nem. Egy csomó olyan dolgot, amit nem biztos, hogy felfedeztünk volna a játékban, azt az adatbázisban való kutakodás által megtaláltuk. Egy csomó ilyen rejtett poén, nagyon furcsa kombinációkat kell előhozni a játékban ahhoz, hogy tényleg hogy bizonyos dialógusokat úgy felnyis. Ha Moldin meghal, akkor a Mass Effect 3-ban lesz egy másik Solari, aki átveszi a szerepét. Egy olyan karakterről beszélünk, aki alig fog feltűnni a játékban, az ő szövege 1%-át teszi ki a játéknak, rengeteg párbeszéddel, és zseniális dolgai vannak, tehát amikor arról emlékedik, hogy a kroganok hogyan párosodnak, az azért az priceless.